Köszöntöm a VKC televízió nézőit, Önök a híradót látják. Elsőként lássuk mai híreinket röviden. Csalás. Jogtalan hitelfelvétel egy budakalászi műszaki áruházban. Figyelemfelhívás. Mire ügyeljünk a nyári időszakban? Állattartás a kánikulában. Vigyázzunk kedvenceinkre a hőségben is. Csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást a Szentendrei Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya F. Tamás budapesti lakos ellen, aki elismerte a cselekmény elkövetését. A 22 éves férfi még tavaly szeptemberben egy budakalászi műszaki áruházban 200 ezer forint hitelösszegű hitelkártyára nyújtott be igénylést, melyet a bank jóvá hagyott. A hitéligénylésekor a férfi olyan munkáltatói igazolást nyújtott be, amely a valóságnak nem felelt meg, nem volt az alkalmazottja a cégnek. A budapesti férfi a felvett hitelösszeget felhasználta, azonban a bank felé visszafizetést nem kezdte meg. A nyomozást a szakemberek a napokban befejezték, és F. Tamás ellen vádemelési javaslattal éltek az illetékes ügyészségen. Kovács László rendőrezredes, a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője hívta fel a figyelmet a nyári időszakban fennálló vészhelyzetekre. A szakember jó tanácsokat és javaslatokat is megfogalmazott a balesetek és bűncselekmények megelőzésének érdekében. A nyár beköszöntével kezdetét veszi a szabadtéri programok időszaka, és a fürdőruhák is előkerülnek a szekrény mélyéről. Kikapcsolódás közben azonban érdemes figyelni a betartandó szabályokra is, hogy problémamentesen biztonságban élvezhessük a nyarat. Ha szórakozni indulunk, minden esetben fontos, hogy ismerjük az adott rendezvény helyszínét és házi rendjét. Érdemes odafigyelni arra, hogy minden egyes nagyobb rendezvény környékén van egy kialakított parkolási rend. Ezt a parkolási rendet nem azért alakítjuk ki közösen a rendezvény szervezőjével, mert úgy gondoljuk, hogy az a helyes, hogyha valaki akár még 600 métert is sétál egy fesztivál helyszínére, hanem azért, mert hogyha mondjuk bármiféle olyan esemény történne, amire nem számolhattunk először, és itt ne ilyen szörnyűségekre gondoljunk, hogy mondjuk valaki elkezd rosszalkodni a fesztivál közepén, hanem mondjuk hirtelen jön egy jégeső, vagy egy olyan szélsőséges időjárás, ami miatt mondjuk onnan ki kell menekíteni az embereket, akkor legyen egy jól behatárolt rendje annak is, hogy mondjuk azt a fesztivál helyszínt hogyan lehet elhagyni. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy például akik járművel érkeznek, azok a kijelölt parkolókat használják, a kijelölt parkolókat a parkolási rendnek megfelelően használják, mert így lesz majd arra lehetőség, hogy flottul is gyorsan el tudják hagyni a helyszínt. Aki megérkezik egy-egy ilyen területre, és már gyalogosan bent van a fesztivál helyszínén, célszerű körülnézni egy picikét, megnézni, hogy hol vannak a bejáratok, hol vannak a kijáratok. Hasonló szempontból lehet érdekes, hogyha valami oknál fogva el kell hagyni a fesztivál helyszínt, akkor az nem baj, hogyha nem össze-vissza ilyetten nézünk akkor, hanem már benne van a fejünkben, hogy éppen melyik irányba kell elmenni. Kovács László óva inti a strandolókat a vízparton leselkedő veszélyektől, és arra kéri a lakosságot, hogy csak a kijelölt helyeken fürdőzzenek. Az ezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy a budakalászi Omsk-tó továbbra is kizárólag sportolási célokra alkalmas. A vízbe menni tilos. Az a javaslatunk, hogy mindenféleképpen egyrészt csak annyi értéket vigyünk ki a strandra, amit feltétlenül muszáj. Másrészt, hogyha van szolgáltatása a strandnak mondjuk értékmegőrzésre, akkor azt vegyük igénybe. Tudom, hogy ennek van valamiféle anyagi vonzata, de hosszú távon én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy megfelelő szintű beruházás, ugyanis éppen az elmúlt héten ebben a nagy melegben történt az, amikor egy úriember elment a strandra, motorral érkezett, bukós isakját bevitte, a bukós isakba még pakolt bele értékeket, így azt egy mozdulattal tudták eltulajdonítani tőle, nagyon komoly kárérték keletkezett, és én úgy gondolom, hogy ha mondjuk 500 forintért bérelni kellett volna egész napra valami megőrzőt, akkor lehet, hogy ez így elkerülhető lett volna. És egy kis kulcsocskát sokkal egyszerűbb megőrizni a fürdőruha pántjára felfűzve, mint mondjuk ilyen komoly értékeket. Úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon-nagyon fontos lenne. A másik az, hogy ha már ott vagyunk itt egymás hegyén hátán a strandon, mert ugye azért szépen be tudnak ott sűrűsödni az emberek, érdemes körülnéznünk, segíteni egymást is abban, hogy lássuk, hogy bizonyos helyekre, bizonyos törölközőkhöz kik tartoznak. És hogyha olyan nagyon-nagyon furcsa idegen embert látunk, akkor próbáljuk meg fölhívni a figyelmét, hogy nem nagyon emlékszünk rá, hogy ő ott járt volna, mert nagyon sokszor már ez is elég. Nyilvánvalóan kollégáim is
meg fognak jelenni ezeken a helyeken, és fokozottan ellenőrizzük. Több feladatkörben is együttműködik Budakalászváros önkormányzata és a helyi rendőrkapitányság. Kovács László szerint a városrendészettel való egyeztetések folyamatosak. A két szerv közösen felügyeli a város közbiztonságát. Budakalászra is kifejezetten aktív együttműködésünk van. Ráadásul Budakalász borzasztó sokat fordít saját biztonságára. A megnövekedett létszámú városőrséggel kiváló a kapcsolatunk. Ráadásul jó néhány volt kollégánk ott teljesít szolgálatot, tehát gyakorlatilag a bajtársiasság vonala is megmaradt ezzel együtt. De úgy gondolom, hogy kell is egy ilyen településen, ami ilyen dinamikusan fejlődik, ilyen dinamikusan változik, ugyanis egy olyan egyensúlyt kell teremteni, hogy az új megjelenő részek, mint például a Lupostrand, az tudjon funkcionálni, tudjon szolgáltatást nyújtani a településen élőknek is, meg azoknak is, akik ide érkeznek, hiszen nem véletlenül lett ez a stratégiai cél kialakítva, de azt a feladatot, hogy ott minden csendes és békés legyen, és jól működjön, úgy kell megoldanunk, hogy nem szabad elfeledkeznünk azokról, akik egyébként benne élnek a városba, és méltán várják el azt, hogy ugyanolyan biztonságban, ugyanolyan közbiztonságban, vagy közlekedés biztonságban részesüljenek, mint akik éppen átutazóban vannak a strandon. Az, hogy ez a tisztességes egyensúly megmaradjon, az, hogy mindenkinek megfelelő szintű szolgáltatást tudjon nyújtani, ezt nagyon-nagyon komolyan vesszük. Gyakorlatilag abban az időszakban, amikor itt jártam, szerintem lehet, hogy már akkor is beszéltünk arról, hogy két hetente, és most, hogy majd a nyár beindul, heti szinten folyamatosan egyeztetünk az önkormányzattal, a városőrséggel, és folyamatosan megnézzük azt, hogy az elmúlt hétben milyen események történtek, és a közös erőinket úgy irányítjuk, hogy minden szinten a lehető legmagasabb szolgáltatást tudjuk nyújtani. A rendőrség és a városrendészet munkáját a Tourist Police programban tevékenykedő diákok is segítik, akik az iskolai közösségi szolgálatukat végzik el a szervezetnél. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a lehető legkörültekintőbben figyeljünk oda saját magunkra és a környezetünkben élőkre is. A legmelegebb évszakban is a felelős állattartás fontossága mellett kampányol az Árvácska állatmenhely. Sztakó Jánosné elnök szerint különösen fontos, hogy gondoskodjunk kedvenceink kivartalanításáról, és megfelelő körülményeket biztosítsunk nekik a nyári melegben is. Előzzük meg a nem kívánt szaporulatot, és vigyázzunk a házi állatokra a hőségben is. Ezt hangsúlyozta Sztakó Jánosné, az Árvácska vezetője. Az intézményt minden nap megkeresik elhagyott kisállatok befogadásával kapcsolatban, annak ellenére, hogy folyamatosan hirdetik ivartalanítási akciójukat. Nem értem az embereket, hogy folyamatosan és állandóan hirdetjük az ivartalanítási akciót, és nem zárkózunk el semmilyen kérés elől, és ennek ellenére meg kell találnunk a kismacskákat, kiskutyákat a bokrok alatt, árokparton, stb. Nincs szívük az embereknek, nem értem. Azt kellene, hogy elvinni az állatot, ivartalanítani, hiszen nem kerül sokba, mert besegítünk mindenkinek, még akkor is, ha elfogyott a pénzünk, mint jelen esetben is. Sajnos az a baj, hogy az 1%-unk elfogyott, mert ugye múlt év szeptember végén kaptuk meg, hát eddig tartott. Úgyhogy az a kérésem mindenkihez, hogyha van módja, lehetősége, akkor ezt az ivartalanítási akciót is, ha tudja, támogassa, legyen szíves, mert mi nem hagyjuk abba, mert folyamatosan meghirdettük, és hát szeretnénk az év végéig kitartani. Jelenleg körülbelül 100 kutya és 120 macska él a menhelyen, így nap mint nap jelentős mennyiségű eledelre van szükség. Az Árvácska a pénzadomány mellett használati eszközöket és ételt is szívesen elfogad. Rendszeresen kifogy a macska konzervünk, mert ugye sokatnak egyszerűbb fölvenni a száraz tápos zsákot az üzletbe is, a konzerv már macerásabb cipelni, meg kifizetni, és az a kérésem, hogy ha segíteni akarnak nekünk, akkor minél több macska konzervet kérünk. Rettentő sok cicánk van, 120 cicánk van, és van 3-4 anya, amelyik szoptat. Mert ugye úgy kerülnek be, hogy vagy úgy, hogy megtaláljuk az anyát, amin ki van dobva a kiskölykeivel, és akkor bevesszük, vagy pedig úgy, hogy full vemhesen már nem lehet ivartalanítani, mert rámenne esetleg az élete is, tehát már a szülőcsatornában van a kisállat, tehát akkor azt kénytelen vagyunk a világ
engedni, viszont felnevelni szeretnénk, és hát örökbe is kellene adni őket. Szebbnél szebb pici cicáink vannak, úgyhogy lehet jönni örökbe fogadni. A nyári időszakban is kiemelten fontos a felelős gondoskodás, hiszen kedvenceink számos veszélynek vannak kitéve a hőségben. A kutyáknál arra, hogy ne hevüljenek túl, az utazásnál is ne kapjanak húzatot, mert nagyon sok ember ugye az autójába a klímát bekapcsolja, és az nem csak az embereknek árt, a szemének, fülének, hanem bizony a kutyáknak is, a szeme könnyen begyullad, arra kell vigyázni, és ha vízparton nyarulunk, akkor is nagyon fontos, hogy a kutyáknak a szemétre figyeljünk, és főleg, ugye most van a kullancs szezon, nézzük át az állatokat, mert nagyon könnyen megkaphatják a kullancs csípést, és ami veszélyt rejt, mert ha fertőzött a kullancs, akkor sajnos sok minden veszély van benne. Nagyon kell figyelni, hogy az állatoknak mindig legyen friss vize. A napon ne hagyjuk kint a vizesedényt, mert az nagyon könnyen felmelegszik, és bizony az már nem. És árnyékot, ha lehet, akár kutya, akár macska, készítsünk nekik, mert ebbe a borzalmas, erős napsütésben nekik is nagyon-nagyon sok veszélyt rejt ez a napsütés. A déli órákban, tehát ahogy a meteorológusok és a szakemberek felhívják orvosok a figyelmet, 11 óra után az állatoknak sem tesz jót ez az erős napsütés, tehát mi sem engedjük a kutyáinkat ki. 9 és 11 óra között zajlik a sétáltatás, 11 órakor embernek is és az állatoknak is a kenelbe, jobbomra hűvösbe van a helye. Árnyékolunk, most vásároltunk árnyékolóhálót, hogy végig a kenelek közé föl tudjuk húzni, mivel nagyon erősen betűz a nap a kenelekbe is, és azt szeretnénk, hogyha nem lenne semmi baj a kutyákkal. Az adományozni szándékozók és az örökbefogadás iránt érdeklődők a www.árvácska.hu weboldalon tájékozódhatnak a további részletekről. A MÁV HÉV felújítási programjának első lépéseként minden vonalon megszépült egy-egy megállóhely tavasszal. A többek között a H5-ös HÉV vonalán található Budakalász lenfonó állomás is esztétikusabb környezettel várja az utasokat. Írja közleményében a vállalat. A munkálatok során felújították a változtatható tartalmú utastájékoztató eszközöket, az előtető tartószerkezeti elemeit, kijavították a homlokzati és a lábazati rész vakulatát, lefestették az ereszt csatornákat, a padokat, a peronszegélyeket, az életvédelmi kerítéseket, a korlátokat, a felső vezetéktartó oszlopokat, lemázolták az ajtókat, ablakokat és lecserélték az állomási kukákat. A MÁV több HÉV megálló felújításán és szépítésén dolgozik, néhány utasváró körül már új virágládákat lehet látni, a palántázással, parkosítással és a kaspós virágok kihelyezésével pedig még több várakozó helyet terveznek színesíteni. Végül a várható időjárásról. Az EUMET.hu tájékoztatása szerint pénteken erős délnyugati szélre lehet számítani, változó napsütés száraz meleg időig érkezik. Az éjszaka folyamán nyugat felől hideg front érkezése valószínűsíthető, szélirányváltással, esőkkel, zivatarokkal. A hőmérséklet délelőtt várhatóan 14 és 20, délután pedig 28 és 33 fok között alakul. A Budakalász ma adását látták, maradjanak velünk továbbra is, hamarosan a Fogadó Óra című műsorunk következik. Híradóval legközelebb holnap este 6 órakor várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!